Hát sziasztok everybody, itt Kaktusz, és ez itt a Let's Play-nek a 16. része lesz. Videón kívül rengeteget bányáztam, mármint igazándiból nem olyan sokat, de a Fortune 3-as pickaxemnek köszönhetően rengeteg ércet tudtam kiszedni. Itt van 54 szénblokkot, instant találtam, plusz pedig, ez itt a durvább. Szóval, hogy ez itt 6 gyémánt blokk. Azért lett ennyi gyémánt blokkom, mert 44 darab diát találtam, és volt azt hiszem 12, vagy valami ilyesmi, és ennyi lett belőle. Szóval hamarosan szerintem elkészítettünk egy armort, vagy akár még ebben a részben, vagy még meglátjuk. Meg hát 35-ös szintű vagyok, szóval ez 2 30-as enchantra lesz elég, amit hát nem tudom még, hogy mire fogok rakni, de majd meglátjuk. Na mindegy, inkább térjünk is rá a mai rész témájára. Hát, mint ahogy láthatjátok, én itt egy-egy stack követ sütök a kibányászott rengeteg szénből, ami amúgy nagyon jól jött, szóval nagyon megérte azokat kiszedni. És amúgy az a durva, hogy a legtöbb gyémántot úgy találtam, hogy kiszedtem a szenet. És ott volt mögötte. Szóval Benny Paul jól megmondta, hogy mindig szedjük ki a szemet, mikor bányászunk, mert akkor mindig mögötte van gyémánt, legalábbis legtöbbször. És ja, most így kicsit etetjük a csirkeinket, amik már egyre többen vannak. És egyre gyorsabban termelik a tojásokat. Bár hát egy ilyen csirke mennyisége már le kéne állni, mert ez már tényleg rengeteg. És lehet, hogy be fognak lagolni itt a dolgok, de nagyon remélem, hogy azért annyira nem. Oké, ezt a maradékot már inkább lerakom, és amúgy a csirkék szaporításában is, ugye a 36-os szintű vagyok, ami azt jelenti, hogy 3 encsantolásra lesz elég szinten. És amúgy pedig így állunk az automatikus csirkefarmon, már pár csirke meg is nőtt, amiket beledobáltam. Na mindegy, inkább gyorsan térjünk rá arra, hogy mit is kéne csinálnunk. Hát egy gombafarmot fogunk csinálni, de egy olyan gombafarmot, amit egy gomb megnyomásával le lehet szedni. Vagy azon gondolkoztam meg, hogy lehet, hogy olyanra kéne csinálni, hogy este és reggel szedje le. Meg hát, hogyha akarom, egy gomb megnyomásával is le tudom szedni. Szóval itt megnéztem erre, hogy itt ez meddig tart, jó sokáig tart, szóval ez megfelelő helye lesz. Viszont hogyha itt beások, akkor itt már szinte egyből beledughatok a vizesésbe. Szóval itt kell elkezdeni a gépeket, mert itt rengeteg hely van mögöttük. És hát ja, hogyha ez az oldal is be lesz építve, és még tovább fog tartani ez a folyosó, szerintem baromi jól fog kinézni. Szóval mindegy, kezdjük el. Szedjünk össze mindent, ami szükséges lehet ez a farmnak az elkészítéséhez. Na hát itt is van minden, ami szükséges és kellhet hozzá. Szóval akkor kezdjünk is bele itt a kiásásokban. Nem vagyok benne most így hirtelen biztos, hogy mekkora területre lesz szükség, de most gyorsan belegondolok. Jó, megvan. Úgy leszek a dolgok, hogy egyelőre, hát igazából én kőtéglából szeretném ezt megcsinálni, mert néztem bele a tutoriát, hogy ezt hogy kell megcsinálni, és ott is kőtéglából csinálták, szóval ebből az következik, hogy nekem is muszáj kőtéglából megcsinálnom. Nem amúgy azért, mert itt is van kőtégla, aztán vigyünk bele egy kis kőtéglás dolgokat is ide a farmunkba, mert azért nézzen ki jól is, ne csak legyen király és termeljen sokat nekünk. Jó, akkor egyelőre itten elkezdem, és kiássuk egy nagy területet. Na, ekkora terület már biztos, hogy elég, sőt, szerintem elég nagy is lett hozzá, de mindegy, akkor azzal kell kezdenünk, hogy itt egy sávban elvezetünk resztont, és elrejtünk, hogy ugyebár az itt ne érje víz, mert majd vízzel fogjuk lemosni itten a dolgokat, nem akárhogyan. Na, akkor erre pakoljunk rá egy kőtégla, hogy is hívják ott, sort, ja, úgy kell azt mondani. Hirtelen nem jutott eszembe ez a szó, hogy sor. Nagyon ügyes vagyok mi. Na, és akkor így itt lesznek a dolgok. Igazándiból itt még hagyok magamnak egy kis kiáratot. Így, né. Az igazság, hogy nem nagyon tudom, hogy itt mostan hogyan kell folytatni. Csak úgy nagyjából tudom, hogy miről is szólt az a tutoriál. Szóval akkor azt hiszem valahogyan úgy volt, hogy akkor ide most bele kell raknunk ide egy barnát, ide pedig egy pirosat. Igazából fordítva is lehet, csak én most így rakom őket. Így rájuk egy-egy blokkot. Azt hiszem így volt, és amúgy ezt is itt megcsinálom, mert azt szeretném, hogy jól nézzen ki, de ezt inkább majd csak a végén. És akkor így majd valahogyan vizet kell ráeresztenünk. Szóval egy pisztont kell ide elhelyezni, hogy ez majd felfogja nekünk a vizet. Hol lett a csákányom? Itt van. Ez az Efficiency 3-asat használom, mert ez nem lett annyira jó csákány, szóval ezt nyugodtan eltörhetem. A Fortune-osat viszont nem nagyon szeretném használni, hogy ez majd a bányászásokra megmaradjon.
Még azt, hogy nagyon lassan fog eltörni, de mindegy. Nem baj az, ettől függetlenül nem árt megspórolni. És akkor így szépen egy ilyen kis vájószerűséget kell csinálni a kettő víznek. És amúgy nincs nálam víz, mert csak egy vödör volt otthon, és még az sem volt megtöltve, de nem baj azért. Azért most így lesznek a dolgok. És így. Ám nem tudom, mit Big-Big-et csinálok. Inkább először bekötöm a pisztonokat, és csak utána kezdek el ilyen mindenféle cuccocskát csinálni itten. Csak hogyan kössem be ezt a két pisztont? Ez most a kérdés. Hát, igazándiból nincs sok választásom rá, mert... Mert innen már egyből jön a víz. Jó, akkor kéne repeater, kettő darab repeater. Itt is van a kettő repeater, amelyeket a következő pozícióban fogok elhelyezni. Azért ebben a pozícióban, mert igazándiból most más megoldást erre nem találtam ki, hogy ezt így most így meg tudjam csinálni. Szóval akkor ez így lesz, de nem tudom. Az sem biztos amúgy, hogy ez a gombafarm egyáltalán működni fog. Csak feltételezem, hogy talán igen. Hát remélem, mondjuk, hogy működni fog. Bár, olyan nem tudom, szóval a tutorial, amit néztem, elég régi volt, bár nem hiszem, hogy annyit tudott volna ez így változni, és amúgy ez itt így kilóg. Nem zavar szerintetek a senkit, hogyha így most így beledugok így a dolgokba? Nagyon hülyen néz ez így kívülről. Mert én szerintem nem tudom. Nem. Nem annyira rossz. Még érdekes, de nem baj. Azért ugye elmegy, és amúgy, wow. Ez így mondom, ez így már rengeteg csirke. Egyre több lesz nekünk, és akkor már minden működni fog. Automata csirkefarmunk lesz, minden ilyen szírszar. Akkor ide kell egy kar, ugyebár itt ezzel be tudom aktiválni ezt a redstone csíkot. És akkor ugye, hogyha felhúzom ezt a kart, akkor jön a víz, és ide sodorja nekünk a gombákat. Amiket amúgy úgy tudok majd felszedni, vagy úgy nem folyik ide ki a víz, hogy itt tesz egy flash plate. És akkor majd ide jönnek a gombák. Aztán minden király lesz nekünk. Csak egyedülre nem igazán tudom, hogy... Ez így terjedni fognak el gombák, bár szerintem, hogyha itt fény van, akkor nem fognak terjedni a gombák. Sőt, ezt így el is fedem egyelőre. És amúgy már csak víz kell, és elvileg teljes mértékben végeztünk ezzel a kis farmmal. Szóval meg is töltöttem azt a két kis tucoskát. És most elvileg ide sodor mindent, ami gomba. De ezt még én szerintem gyorsan le is ellenőrzem, hogy ez valóban így működik-e. És valóban. Mindent ide fog sodorni, ami gomba. Ami király. Csak nem tudom, hogy lesznek-e itt egyáltalán gombák. Nagyon remélem, hogy lesznek. Ha nem, akkor majd valami más dizájnt fogunk megépíteni. Ez most tényleg annyira picike kis farm, hogy lényegtelen, hogy ez most jó-e vagy sem. Na most van az a kérdés a fejemben, hogy mi legyen ott fönt. Mert bedeszkáznám, az szerintem túl unalmas és monoton lenne. Emiatt ide valami kis díszítés kellene csinálnunk. De hogy miért csináljak, hát azt nem tudom. Azzal is tekintettel kéne lenni, hogy itt hátul a gombafarmunk van. Szóval ide nem igazán kéne fénynek bejutnia. Emiatt lombot már is nem használtunk, pedig én nagyon szeretem a lombot. Szinte az egyik kedvenc építő anyagom. És amúgy most jut eszembe, hogy én tök nagy hülyeséget csináltam, hiszen ezt így le kéne így fedni. Így. Ops, ez nem ilyen kővel. Igazából az elég nagy kőtéglapazarlás, de nem baj. Hát én megtehetem. Elég sok kőtéglát lepazaroltam itt. De nem baj, nem baj az, nem baj az, nem baj. És hogyha így belegondolok, akkor nem is kell itt izé szarakodnom, hogy nem használtok lombot. Hát simán használtok. Lepakolom aztán rá kerítés, mondjuk ide mögé deszka kell. Mindenféleképpen deszka kell ide. És ide se általán ilyen izé egész fából. Csak az a baj, szerintem el fog fogyni a fám. És mehetek megint fát vágni. Mondjuk amúgy is mennék fát vágni, mert rohadt rövid lenne a videó. És akkor még kéne valamit építenem. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan végzünk ezzel a kis szarsággal. De hát ilyen gyorsan végeztünk ezzel a kis szarsággal, szóval ez van. És akkor ide is jöhet mondjuk kőtégla. Hogyha már itt eddig mindenhol kőtégla volt itt. És akkor jöhet lomb és kerítés. Na, így ez itt tök jó. Mármint annyira igazából nem jó, de jobb, mint hogyha így izé dászkával lenne. De hogyha majd ez is itt izé ki lesz építve, akkor higgyetek, hogy ez sokkal jobban fog kinézni, mint így. Mert így amúgy nem a legjobb, ezt be kell vallani. És ez a gombafarm, ez egyelőre nem igazán üzemel, de nem baj, majd üzemelni fog én szerintem. Azt mondom, hogy megint szaporítsunk csirkéket, mert így nem igazán lesz nekem elég.
Nekem azért több tojás kéne. Beindítsam az automatikus csirkefarmot is. És ahogy ma hamarosan már ott is lehet majd szaporítani az automatikus csirkefarmban. Azért, mert már ott is felnőtt egy csomó csirke, aztán már ott tartunk, hogy ott is lehet. És amúgy az a baj, hogy ezek a csirkék egyelőre még nem stackelődtek, pedig kéne nekik. És így lehetséges, hogy be fog egy idő után lagoltatni engem. Hát jó lenne, hogyha ezek stackelődnének, mert ez így nem állapot egyelőre, hogy ezek itt így össze-vissza ugrálnak. Na és akkor nézzük meg ezeket is, hogy mit tudunk tenni értük, hogy többen legyenek. Na. Azért rendesen lehet itten szaporítani. Már mondjuk oké, most már nem tudok többet, ami elég nagy baj. De nem baj azért, az lassacskán el tudom nyomogatni ezeket a búzákat, semmi, nincs több. De azért vannak még itten. Ó, van azért még itten mit szaporítani. Hát úgy érzem, hogy ennyi. Ez itt ennyi. És akkor most jön az, hogy ezeket a tojásokat mind be fogom dobálni az automatikus csirkefarmomba. Ezt azért fogom megtenni, hogy minden egyes csirke a lehető legtöbb legyen ott, hogy ez tényleg jól működjön. És már ott is az első csirkénk, ami az első izéket fogja meg. Első több, kettő csirkénk van már ott, ami az első húsainkat fogja megtermelni ebből az automatikus csirkefarmból. A csirkefarm az egyetlen állati eredetű farm, amit teljesen lehet automatizálni. Szóval ennek nagyon örülök. Mert ugyebár ők tojást tojnak, és ebből pedig izé lesz csirke. Hogy egész sok kis pici csirkét kapunk. És milyen durva, hogy nézzetek meg. Ott van a tojásfarm, és ott van a... ez az automatikus csirkefarm. És azt egy pici csirkéből, és egy nagy csirkéből csináltam. Sőt, tulajdonképpen egy darab nagy csirkéből csináltam. Azt tojt valami 16 tojást, abból lett egy pici csirke, az megnőtt, és akkor összepárosztottam az eredeti nagy csirkével, és úgy lett ennyi. Elég durva szerintem, mennyivel megnőtt a csirkék száma. Mindjárt elfogy a tojásunk, szóval szomorú vagyok. Lehetne azért még több csirke, de végül is ennyi van. Jó, akkor remélem működni fog ez a gomba farm. Amikor egy ilyen item frame-et megcsinálok szerintem hozzá. Beautiful! Micsoda farm! Nagyon menő. Húha, már is ennyi tojás van, úristen. Amúgy láthatjátok, hogy 36-os szintű vagyok, és mindjárt 37-es. Beszarok. Rengeteg XP-t adnak ezek a tojás, vagy mi az csirkék. Szóval azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy csinálok majd egy csirke XP farmot. Ami annyira nem fog jól termelni, de nem fog azért rosszul sem. Szóval azért ilyen három, vagy nem, egy-kettő szinteket így 27 után szerintem még lehet vele szerezni, szóval ez lesz majd. És hát akkor azt mondom, hogy mivel most már hármat tudunk enchantolni, elkészíthetjük a gyémánt szettet. És hát ja, készítsük is el melvért. Mondom melvért, sisak, gatya, csizma is. Ennyi. Itt van az én gyémánt szettem. Ami azért már elég nagy haladás, bár mondjuk jóval láttam már olyat, hogy valakinek már a nagyon az elején meg volt a gyémánt szett, de nekem is meg lehetett volna, csak nem akartam annyira ezt még megcsinálni. És akkor kezdjük szerintem a sisakkal, nem hoztam lazulitot. Hozom a formámat, hogy nem hoztam lazulitot. Ez elég nagy probléma, mert így mindig egy csomó unalmas rész hagyok itt nektek a videóban. Amit most össze-vissza beszéléssel próbálok nektek kevésbé unalmasítani. Na jó, ennek a mondatnak nem volt semmi értelme. Inkább maradjunk az enchantolásnál. Blast Protection 4. Hát, igazándiból eléggé rossz lett ez a sisak, de hogyha nincs más, akkor most ezt kell rárakni. Unbreaking 3. Egy rossz izé, gyémánt sisak után egy baromi jó chestplate-et kaptunk, Unbreaking 3. Na, ez sem rossz, azt mondom, mert a Fire Protection is jól jön. Azt mondom, hogy legyen mindegyiken Protection, ugyebár akkor Projectile Protection kéne még a csizmára, de szerintem nem lesz nekem ilyen szerencsém, hogy pont azt fogok rá kapni. És akkor egyelőre így állunk ezzel a diaszettel. Sőt, még egy Armor Standet is csinálok, hogy azért így a dolgok így jók legyenek. Hogy kell Armor Standet csinálni a rohadt életbe? Azt hiszem, hogy 3 darab slab kell hozzá. Ugye 3 darab slab kell hozzá. Mondd azt, hogy 3 darab slab kell hozzá, és így 2 stick.
Nem. Jaj, de nagyon nem, most komolyan nézem meg az interneten? Hát az, hogy bot és izé, szlepke hozzá, azt jól eltaláltam, de nem úgy kellett, ahogy én azt gondoltam. Szóval nem tudom, hova rakjam, mert ez csak egy ideiglenes dolog lesz. Hát figyeljetek, mivel úgyis az lesz az index képben, hogy ez itt, ezért ide lerakom mellé, és akkor így itt minden fog látszódni az index képben. És mivel még nem igazán teljes ez a szert, mert cipő például még nincs beencsantolva, emiatt én szerintem egyelőre csak ez így lesz. És amúgy még egy kicsit beszélek a Wingcraftos videókról, ugye beláthatátok, hogy kettő rész is egymás után feltöltöttem. Viszont nem annyira tetszett nektek, mármint nem feltétlenül reagáltatok rá rosszul, csak nem tetszett nektek annyira, mint például egy Let's Play. Szóval emiatt én úgy döntöttem, hogy lesztek Wingcraftok, mert én szeretem a Wingcraftot, csak sokkal ritkábban, mint egy Let's Play, szóval jóval gyakrabban lesz Let's Play. Wingcraftot csak ritkábban fogok feltölteni, nem is lesz olyan, hogy egymás után kettőt. És nem is nagyon tudom továbbhúzni ezt az időt. Nem ezt az időt, hanem az időt, az úgy sokkal jobban hangzik. Mert tulajdonképpen mindennel végeztünk, amit én ebben a részben meg szerettem volna csinálni, ez egy rövidebb rész lett volna, de minden majd lesznek még hosszabb részek is. Na szóval ez a videó ennyi lenne, ha tetszett, nyomjatok el egy lájkot, és hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is, sziasztok!